Sziasztok! Következzen egy látványos kártyatrükk. Ehhez szükség van egy csomag paklira, amit a trükk előtt össze kell keverni. Majd ezután választunk a pakliból egy tetszőleges lapot. Ehhez most segítek. Tehát a csomag közepéből kiemelünk egy tetszőleges lapot. Legyen például ez. Ez a nézőnek a választott lapja, és ezt kell megjegyeznie. Nekem pedig az a feladatom, hogy kitaláljam, hogy mi ez a választott lap. Nos, ebben annyira biztos voltam, hogy a trükk előtt elhelyeztem egy jóslatot. Ebben a borítékban található az én jóslatom. Ugyanis annyira biztos voltam benne, hogy ezt előre tudtam és elhelyeztem ide. Ha kiveszem a borítékból, akkor található még egy boríték benne. És meglepő módon ebben még egy boríték látható, ugyanis biztosra akartam menni. Ha kiveszem, akkor a következő boríték is megtalálható itt. Majd természetesen még egy boríték. És végül az utolsó borítékban megtalálható a jóslat, amiről beszéltem. Ha felidézitek a választott lapot, akkor emlékezhettek, hogy ez a PIK 6-os volt, ugye? Ja nem, csak vicceltem, ugyanis ez a PIK 10-es volt, és annyira biztos voltam benne, hogyha megnézzük a paklinak a többi elemét, akkor látható, hogy az összes lap üres, egyet kivéve, ez pedig a PIK 10-es alatti lapotok. Remélem tetszett a videó, találkozunk legközelebb. Sziasztok!